Különböző korú gyerekekkel és nevelős szüleikkel telt meg a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karának díszterme kedden délután. Azon kívül, hogy tapasztalatot cseréltek egymással, a szervezők célja az volt, hogy olyanok figyelmét is felhívják erre a hivatásra, akik még csak gondolkodnak azon, hogy nevelős szülőkké váljanak. Véleményünk szerint a legfontosabb az, hogy a lehető legtöbb gyerek, aki gyermekvédelmi gondoskodásba kerül, az a nevelőszülőknél helyezkedjen el, nevelőszülőkhöz tudjuk elhelyezni, amiért egy családias környezetet tudnak teremteni, gyakorlatilag tudják pótolni azt a családot, ahonnan éppen kiemelésre kerültek. A nevelőszülőkség nagyon fontos, egy olyan hivatás, ami mostanában felértékelődik. A Befogadnak országos toborzó kampány tavaly ősszel indult a nevelőszülői hálózat erősítése és fenntartása érdekében. A kormány célja, hogy kihozzák a gyermekvédelmet az ügyintézés keretei közül. Láthatóvá tegyék, emellett köszönetet mondjanak a hivatást választóknak az ilyen eseményeken. Annak, hogy valaki nevelőszülő legyen, nem csak objektív feltételei vannak, mondta a rendezvényen Fülöp Attila, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha valaki ebben gondolkozik, akkor tudja azt elfogadni, hogy egy gyermek átmenetileg az övé, átmenetileg neveli, ha szabad így fogalmazni, hiszen majd vissza kell nevelni a saját családjába, a vér szerinti családba vagy örökbe fogadják. Ahhoz, hogy valaki nevelőszülő legyen, 2014 óta foglalkoztatási jogviszony párosul, tehát van egyfajta pénzügyi támogatás. Jövő év január 1-től bevezetésre kerül a nevelőszülői gyed, tehát a nevelt gyermek után is jár majd a gyed. Azt gondolom, hogy ezek olyan fontos pénzügyi támogatások, amelyek könnyítik azt, hogy valóban a gyermekkel lehessen foglalkozni. Idehaza jelenleg 23 ezer fiatal van a gyermekvédelem rendszerében. Közülük mintegy 15 ezren élnek nevelőszülőknél, a többiek intézményekben vannak elhelyezve. A megyében pedig a 3100 feletti gondozásba vett gyermek közül több mint 2100-an laknak nevelőszülőnél. Ez a nő már 12 éve gyakorolja ezt a hivatást. A gyerekek iránti nagy szeretete késztette arra, hogy nevelőszülővé váljon. Szerintem a gyermek a nevelőszülőtől a szocializációt főleg, mert ezek a gyerekek, amikor bekerülnek egy nevelő családba, rendszerint azért nagyon-nagyon alulszocializáltak. Nagyon kevés ismeretanyaggal rendelkeznek, hogyha már nagyobbakról beszélünk. Nekem voltak olyan gyerekeim, egy hármas testvérpár, aki iskolás volt, de írni, olvasni szinte semmit nem tudtak. Ezekkel rengeteget kell foglalkozni, akkor meg kell tanítani őket a köznapi dolgokra. Lehet, hogy érdekes, de még arra is, hogy a hét napjaira mondjuk egy akár nagyobb gyereket is, de a napi rutin feladatokra is. Tehát mindenre, amit a saját gyerekektől pici korától kezdve tanítunk, nekik lehet, hogy 7-8 éves korában kell elkezdeni tanítani, ahogy hozzánk kerülnek. Az eseményen előadást tartó nevelőszülők azt hangsúlyozták, hogy nem csak a nevelt gyermekek tanulhatnak tőlük, hanem fordítva is. Például azt, hogy mennyire összetartanak, mennyi szeretet és jóság, nyitottság és befogadó készség van bennük.